A Sex and the City-i napokon rendszeresen lépnek fel a helyi kulturális csoportok. Ezt a hagyományt követte a Mészáros Borház udvarán a Nyitott Pincék rendezvény. Történt, hogy három borászat összefogott, és gasztroudvart hozott létre egyfajta kísérletként. Mindenképp szükség van az összefogásra, ugye egyenként kicsik vagyunk, hogyha hárman, négyen összefogunk, akkor már sokkal több mindent tudunk megvalósítani. Ez a rendezvény is úgy jött össze, hogy hárman találtuk ki, illetve hárman valósítottuk meg. Ez azért is jó, mert mindenki hozza a saját törzsközönségét, mindenki beleadja azt, amit tud, tehát valaki a bort szállította ide, valaki a sátrat intézte, tehát így közösen hoztuk létre az egész rendezvényt. Mindenképpen meg szerettük volna tartani a szüreti fesztiválos hagyományokat, illetve a jövőre való tekintettel ez azért érdekes nekünk, mert ugye a hotel és a rendezvények az egy teljesen más arculata van, és most legalább meg tudtuk magunkat mutatni így egy pici fesztivál jellege, illetve az ételekkel is nem szoktunk mi kitelepülni, hanem ugye inkább az étterembe vagyunk, de most kiálltunk az ételekkel is, és igazából nagy sikert aratott a kitelepülésünk, úgyhogy nagyon örülök neki. Először csak poénkodtunk vele, majd utána elkezdtünk komolyabban foglalkozni vele, és felmerült egy ilyen kis mini fesztiválnak a lehetősége. Alapvetően nem most arra terveztük, tehát ha a szüreti napok megrendezésre került volna, ezt akkor is megszerveztük volna. Ennek szeretnénk egy tavaszi időpontot keresni, és lehetőleg évente megrendezni. Úgyhogy most viszont ez a helyzet adta magát, és egy picit előrébb kellett hozni. Nyilván azért én úgy gondolom, hogy egy nagyon színvonalas, nagyon biztonságos, jó rendezvényt tudtunk megszervezni. Természetesen azért nekünk ez egy kis próba rendezvénynek is felfogható. Megpróbáltuk a maximumot kihozni a lehetőségeinkből, és az itt a Petéknek a udvarán egy nagyon jó helyszínt találtunk erre a feladatra. Nem egy túl nagy létszámú rendezvényről beszélünk, tehát egy ilyen 250-300 főig alkalmas a hely arra, hogy jól érezzék magukat az emberek, de ez pont arra elég, hogy aki jól szeretne szórakozni, jó borokat kóstolni, az itt megtalál minket. Ilyenkor közelebb kerül egymáshoz a borász és a fogyasztó, és ez egyfajta felmérési lehetőség is arra, milyen fajták, milyen borok nyerték el a közönség ízlését, mondta Mészáros Péter. Minden nagyon fontos a személyes kapcsolat a vásárlók, ez visszajelzés is, melyik ízlik jobban, mi tetszik az embereknek, és hát a vendégeknek is az, hogy milyen a borász, akitől a bort issza, ez nagyon fontos. Ezt már nagyon régóta csináljuk, rengeteg borkóstolónk van. Ez a legjobb marketing igazából, tehát az a legjobb az, hogyha ide jönnek, megnézik a pincét, beszélnek személyesen a borásszal, itt kóstolják meg a borokat, úgyhogy ezt mi már régóta csináljuk, ezekkel a fesztiválokkal pedig egyszerre egy szélesebb közönséget tudunk megragadni. Tudunk együtt gondolkozni, nagyjából egyformán látjuk a világot, ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül mindig ugyanazt kell gondolnunk. Nagyon jó működik az a dolog, hogyha mondjuk egy adott dologról háromféleképpen gondolkozunk, megbeszéljük, és a végén egy olyan kompromisszumos megoldás vagy ötlet jön elő belőle, ami mindenkinek jó. Nem csak nekünk, hanem magának a borvidéknek, vagy akár a városnak is. A rendezvény támogatói között volt a TAR Kft. Is, aki számos hasonló kezdeményezés mellé állt már. Ahány településen mi szolgáltatunk, ott mindenhova, bármilyen kicsi rendezvényt is támogatunk. Tehát nem csak a nagy rendezvényeket támogatjuk. Én körülbelül minden napom úgy telik, hogy az aláírandók mellett legalább 2-3 döntést hozok támogatásokról is. És ebbe nagyon sok olyan támogatás van, ami kicsi. Tehát 20-30 ezer forintok, egy-egy falunap, vagy egy-egy bármilyen más rendezvény, ami éppen egy óvodásbál, ahova éppen ajándéktárgyakat adunk, vagy tehát nem is mindig az anyagi jellegű a támogatás, de azt gondolom, hogy ezek mindenképpen ahonnan mi pénzt elhozunk, akkor le szeretünk vissza is adni. És én azt gondolom, hogy hát Szekszárd az ős hazánk, 30 éves a cég, ebben az évben nekünk mindent támogatni kell. Persze, sajnálatos módon ez a vírus azért sok mindent félbeszakított ebbe az évbe, de
gondolom azért a lehetőségeinkhez képest, illetve amit megengednek a szabályok, azokat próbáljuk mi is feszegetni. A látogatók megvették a borászok ötletét, a borház kertje a jövőben újabb rendezvények helyszíne lehet, mondták a borászok.